Ismét itt vagyunk, hogy lelkünk mélyéről megemlékezzünk hőseinkről. A sepsiszentgyörgyi vitéz Barta Mihály, aki júliusban töltötte be a 96. életévét, idén sem hiányozhatott az Úzvölgyi katonatemetőben tartott megemlékezésről, amelyen az 1944. augusztus 26-i szovjet betörésre emlékeztek. A háborús veterán 1965-től minden évben elzarándokolt arra a helyre, ahol bajtársaival együtt érte meg a szörnyű napokat. Misi bácsi az egyike azoknak a háromszéki háborús veteránoknak, akik az idén kapták meg a Magyar Érdemrend lovak keresztjét. Elhúzaja, Orti Miklós rezes bandája. Ez már a háborús veterán sepsiszentgyörgyi otthona, ahová a rendkívüli járványhelyzet miatt a magyar állam képviselői háromszéki elöljáró kíséretében a kitüntetést házhoz hozták. Ezeket a kitüntetéseket március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmán adományozta a köztársasági elnök úr, de sajnos a járványhelyzet miatt elmaradt az átadásuk. Most a mai napon itt háromszéken 6 egykori honvédnek, 6 egykori katonának, aki a magyar hazáért harcolt, adjuk át ezeket a kitüntetéseket. Az 1944-es Úzvölgyi csatában tanúsított bátor helytállása, valamint az ott elesett katonák emlékének ápolása érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként áll a kitüntetés indoklásában. Örvendek, mert nagy méltó van, ilyen büszke vagyok, ilyen nagy kitüntetést is kaptam a magyar államtól. Az Isten adjon erőt, egészségét. Ne, akik adták. Nagy tisztelettel emeljük kalapunk azért, amit tett Székelyföldért, szülőföldért. A városunknak egy olyan polgárát köszönhettünk, aki nagyon sokat tett a hazáért, aki nagyon sokat tett a nemzetért, és jó látni azt, hogy 96 évesen is jó egészségnek örvend. Ez már a Kézdivásárhelyhez tartozó orosz falu, ahová Tódor Antal, egykori honvéd, egyik unokájához érkezik. Anti bácsi 1919. augusztus 17-én született Lemhényben. Most családtagjai, szűke pátriája, elöljárói és hagyományőrző huszárok nem csak a magyar állam kitüntetése, hanem 101 éves születésnapja alkalmából is köszöntötték. Üdvözlöm! Jó egészséget kívánok! Egészségügyet! Tódor Antalt 1940. decemberében sorozták be a 24-es Székely határőr gyalogezredbe. Az Úzvölgyi betörés után századával együtt visszavonulni kényszerült. 1945. januárjában Kassán esett orosz fogságba, ahonnan csak 4 év múlva szabadult. Előfűjük a sáncokba jártam lóháton, és megnéztem, hogy hol vannak a katonák. Anti bácsi soha nem tudta elfelejteni a háború és a fogság nehéz éveit. A fogságba, ott egyenlőtt jó és rossz, és már nem egyház voltunk. Elemi iskolásként emlékszem vissza, hogy mesélt édesapám a fogságról, a katonaságról, a szenvedésről. Téli hosszú estéken végig hallgattuk. Az ünnepelt időskorára is megőrizte közvetlenségét és jó kedvét. Így nem csoda, hogy a kocintás után még a régi katonanóták, a sokat énekelt népdalok is eszébe jutottak. Tízélesen vágatom a hajamot. A jó kedvet családja legifjabb tagjai is örökölték, dédunokái ezúttal is énekkel köszöntötték. A sok megpróbáltatás ellenére Tódor Antal népes családban ünnepelhette 101. születésnapját. Egyik unokája ugyanazon az augusztusi napon, legkisebb dédunokája pedig egy évszázaddal később született, akit el is hoztak a dédpapa köszöntésére. Nagy a családja is, 2 lánya, 4 unokája, 6 dédunokája örvendeznek neki, úgyhogy már még most is mindenkivel el tud beszélni, el tudja mesélni, hogy ő hol volt. 101 éves vagyok. Vagyok. 101. És szeretnék még élni 2-3. Az elmaradhatatlan családi fotózkodás nézve mi is csak azt kívánhatjuk Anti bácsinak, hogy ez a kívánsága is teljesüljön.